Tisztelettel köszöntöm Önöket a Doni áttörés 72. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésünkön. Kérem, énekeljük el közösen nemzeti himnuszunkat. Ezelőtt 1943. január 12-én kezdődött meg a Donkanyarban a szovjet áttörés. Az egykori Szovjetunió területén a hazától több ezer kilométerre a magyar történelem egyik legnagyobb katonai tragédiája zajlott. A Vörös Hadsereg offenzívája 12-én a reggeli órákban indult meg, mínusz 40 fokos hidegben, és az elhúzódó hősies utóvédharcok a magyar királyi második honvéd hadsereg teljes széthullását okozta. A magyar csapatok szívósan ellenálltak, azonban az irgalmatlan orosz túlerő térdre kényszerítette honvédeinket. A magyar katonáknak irreálisan hosszú, több mint 200 kilométeres frontvonalat kellett megtartaniuk. Mindez nyári felszerelésben, ugyanis a téli hadfelszerelés nem érkezett meg, a német hadvezetés a megállapodások ellenére nem látta el a magyar csapatokat a beígért korszerű fegyverekkel, ráadásul szállító kapacitásukat sem bocsátották a katonáink rendelkezésére. Ennek történelmi okai voltak, és ezek Trianonra vezethetők vissza. Az ország a trianoni békediktátum miatt elvesztette lakosságának és területeinek jelentős részét. A két világháború közötti politikának jól jött ez a német nagyhatalmi törekvés, ami a csatlakozás fejében területi revíziós lehetőségeket adott a magyar vezetésnek. A revízióhoz viszont feltételeket szabtak, és az egyik ilyen feltétel volt a magyar csapatok frontra küldése. Hozzuk haza emléküket, idegenben nyugszanak ők. Apák, testvérek, hűszeretők. Messze harcoltak hazájukért, az igaz magyar becsületért. Úgy mentek el, mint hős daliák, becsülettel küzdő, bátor katonák. Gyilkos háborúban ontották vérüket, jeltelen sírhalom takarja testüket. Fölöttük dübörögve süvít a téli szél, a fű, a fa, a nátszál susogva beszél. Idegen az uzmara, másként hull a köd, a föld is távoli, mi titeket befőd. Hazavágytak ők mindannyian, ölelni szeretteiket, ismét, boldogan. Zárjuk szívünkbe halott hőseinket, hozzuk haza örök emléküket. 1942-ben közel 200 ezer zömmel kiképzetlen és a felszereltségében hiányos katona indult ki a frontra és vették át a védelmi állást a német csapatoktól a Don folyó vonulatánál. A magyar katonák egy megnyerhetetlen harcot vívtak, egy jól felszerelt és kiképzett túlerővel szemben. A kilátástalan helyzet ellenére és az iszonyatos körülmények között több napon át keményen védekeztek, ezzel emberfeletti hőstettet hajtottak végre, de végül a kommunista hadigépezet maga alá gyűrte a keleti front védvonalát. A harcokban és a hosszú visszavonulás alatt
120 ezer magyar katona vesztette életét. Dénes Géza a háborúk vérzivatarában, a 4 évig dúló vérviharban annyi dicső magyar harcba száll, virággal és zengő énekszóval mentek védni a magyar hazát. A vér elfolyt, a sok bánat és a sok könyv tengerré dagadt. Imájukban sírva kértük, védd meg, Uram, védd meg a magyar. Nem volt ki a szemüket lefogja, s megtörője vérző homlokuk, idegenföld itta fel vérüket, nem hallották utolsó szavuk. Feláldozták életüket, mert szerették ezt a drága hont, búcsút intve azok felé, kik nem látják már többé viszont. A harangok, majd ha megkondulnak, hangjuk szálljon, hegyen, völgyön át, simogassa meg a sírjaikat, s mondjon értük könyörgő imát. Mondja el majd üzenetünk, hogy mi rájuk sokat gondolunk, s hogyha kell majd szép hazánkért, mi is, mint ők, dicsőn meghalunk. Ó, nézd le, édes tűzanyám, ő magyarjaidra, vigasztaló derűs napfény, adjál fiaidnak. Kegyelmes jó anyám, tekints a foglyokra, ó, nagy irgalmú szűzanyám, vezess őket haza. Messze idegen fogságban szenvednek fiaink, benned bíznak, Szűz Mária, segíts őket haza. Ó, nagy irgalmú szűzanyánk, vezesd őket haza. Ó, tekintsd az anyád könnyét, gyermekek imáját, segíts haza a fogságból, fiú testvér csapát. Kegyelmes jó anyám, tekints a foglyokra, ó, nagy irgalmú szűzanyám, vezess őket haza, s a boldog viszontlátásnak add édes örömét, hadd ölelje a jó apa keblére gyermekét. Kegyelmes jó anyám, tekints a foglyokra, ó, nagy irgalmú szűzanyám, vezesd őket haza. A hadvezetés több esetben is hibázott, és ez vezethetett ahhoz, hogy ma szinte nincs olyan család, ahol ne lennének a Doni áttörésnek áldozatai. Ezért is kötelességünk emlékezni azokra a hős magyar katonákra, akiknek nem adatott meg az, hogy végül hazai földben pihenjenek. Ennél a tragédiánál egy dolog lehet csak fájóbb, ha elfelejtenénk őket. Most tisztelettel felkérném önöket, helyezzék el a kegyelet és az emlékezés koszorúit a szobor talapzatánál. Először kérném Isaszeg város önkormányzatát. Thank you.
Jobbik Magyarországért mozgalom. Demokrata Néppárt és a Szegi szervezete. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába untod, arcok mezegén, valahol te tőle távol, ott, ahol senki sem gyászol. Április 6-a kör. Történelmi vitézi rend és a Szegi alegysége. Elesett katonák teste lesz a lángoson, ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki, senki, aki él. Tavas sem fakaszt rám zöldet, elfújja rólam a föld. És a Szegi Damjanich János általános iskola. György általános iskola és alapfokú művészeti iskola. Jókai Mór városi könyvtár. Segítőkéz, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és Apróklyfalva bölcsöde. György művelődési otthon és múzeumi kiállítóhely. És megkérném önöket, akik még szeretne virágot vagy mécsest elhelyezni, tegye meg.
És a Szegváros önkormányzatának nevében megköszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték megemlékezésünket. Kérem önöket, befejezésként énekeljük el a szózatot. Hazádnak reményt.